szombat, és 13 óra 52 perc van. Kedves kiskunmajsaiak, a hírekkel ellentétben Kiskunmajsán egyetlen egy koronavírussal megfertőzött személy sincs. Tájékoztatni tudom Kiskunmajsa lakóit, hogy egy személynél rendelték el a hatósági karantént, mert hogy olyan országból jött haza, amely ilyen szempontból veszélyeztetettnek minősül. Úgy gondoljuk, hogy a hatósági karantén egy óvó-védő intézkedés mindannyiunkkal szemben. Én azt gondolom, hogy ettől az egészségügyi veszélyhelyzettől nem megijednünk kell, nem pánikba kell kerülnünk, hanem ezt a helyzetet kezelnünk kell megfelelőképpen higgadtan és türelemmel egymás iránt, mindenki iránt. Ezt a fajta felelősséget kérem én most önöktől.